Új szénbánya elindítását jelentette be Lengyelország. A Katowicéhoz közeli bánya megnyitóján a lengyel miniszterelnök Mateusz Morawiecki is megjelent. A kormányfő úgy véli, a bányára Lengyelországnak és Európának is szüksége van. Nincs modern gazdaság acél nélkül, és nincs acél szén nélkül. Ha elő akarjuk mozdítani a megújuló energiaforrások használatát és az autóipar fejlődését, akkor nagyon jó minőségű acélra van szükségünk. Ha azt akarjuk, hogy nagy sebességű vasút szelje át Lengyelországot, ahhoz acél kell, speciális abroncsok, kerekek, minden, ami a modern technológiát szolgálja a vasútiparban. A bányát Európa legnagyobb szénbányászati vállalata üzemelteti. A kitermelés 2022-ben indulhat meg, mintegy 2000 dolgozóval.